hiába tűnik egyszerű mérkőzésnek, azért nem lesz az, hiszen rengeteg hiányzó van a csapatunkban. És akkor nézzük a kezdőcsapatokat. Jóval Levente hiányában Uram János kezd. Szivacski, Szilágyi, Fecesin, Berec, Hinora, Kaponai, Bertalan, Pátkai, Máté, Terve, Botond, Sieri, illetve Radó András a kezdő 11-ünk. Középen érkezik Fecesin, az első helyzet, és egy hatalmas védés Slaktától. Rövidre jön a fejes, Pátkai Máté. Lehet egy beadás ebből. Jön is a beadás Fecesin felé, Fecesin, és egy nagyon nagy mentés középen. Megint a rövid, jön a sarkazás, és ott a gól! Pátkai Máté! Zseniális mozdulat volt. Jó átvétel üres a jobb oldalon, tervezünk egy remek löbbölés. Radó nem volt eles ez a kérdés, Radó! Pintér éri utol és vágja ki. Hinora törbe a 16-oson belülre, jó a keresztbetett labda, és mi maradt ki? Radó András! Tömörülnek a budaörsiek a 16-oson belül. Pátkai, kapufa! Ezt még be lehet érni, így Urác. Ez jónak tűnik. Na, arra visszaszerzés, egy parádés labdát a Fecesinnek. Fecesin, Fecesin, visszaértek. Lefejelik Pátkainak. Pátkai, hát ez közel volt. Nem volt les, kérné Fecesin, és még mindig ott a labda. Megy Hinora. Hinora kapja megint a labdát. A második jobboldali elfutás egymás után, de másodjára sem sikerül gólt szerezni. Terbe, jön a beadás, Fecesin, erőtlen volt a kísérlet, jöjjön a szabadrúgás, ami veszélyesen tekeredik, és ott az egyenlítő gól. Gyurác az, aki jól érkezett középen.